Az Ukrajnában dúló háború új helyzetet teremtett a daganatos betegek számára, és új kihívások elé állította mindazokat, akik a betegek ellátását végzik. Az Ukrajnában maradt, illetve onnan elmenekült betegek kettős küzdelmet folytatnak most, állítja dr. Dégi László Csaba egyetemi oktató, az Európai Rákszervezet igazgatója, akit arról is kérdezni fogok, hogy miként érinti a hazai betegeket a közeli háború tudata. Az Erdély Figyelőben köszöntöm Dégi László Csabát, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszönöm az érdeklődést. Illetve azt is mondhatnám, hogy újfent köszöntem, ugye, mert volt már vendégünk. Nos, lássuk, azt mondta, hogy kettős küzdelemről van szó. Ezt a kifejteni. Persze. Azt gondolom, a kedves nézőknek a legegyszerűbb, ha ezt úgy értelmezik, hogy ugye maga az egészség is testi és lelki, a biztonság is egyben fizikai, de nem csak, hanem egyébként egy mentális, egy lelki biztonság is. Szóval Ukrajnában évente több mint 162 000 új daganatos beteget diagnosztizálnak, és kb. 84-85 000 ember hal meg rákban Ukrajnában. Az Egészségügyi Világszervezet és az Európai Rákszervezet becslései szerint a háborús helyzet miatt nagyjából a menekülők között körülbelül 20 000 daganatos beteg van, és itt természetesen arra kérem a nézőket, hogy egyaránt gondoljanak gyerekekre és felnőttekre is. Tehát egy nagyon jelentős érintettség, ugye, és egy, tulajdonképpen, ha szabad úgy fogalmazzak, akkor egy katasztrófa túlélés zajlik, mert egyszerre kell a saját daganatoddal megküzdeni, és egyszerre kell megküzdeni egy háborús helyzettel, ami tízezrek, milliók számára, de főként a nagyon-nagyon erősen veszélyeztetett kb. 20 000 daganatos beteg számára sajnos azt jelenti, hogy úton kell lenni, bizonytalanságban kell lenni. Jelentős jelzések vannak arról, hogy az onkológiai gyógyszerek elérhetősége az a közép-európai régióban nem a legmegfelelőbb jelenleg, és tehát egy olyan fajta háborút kell vívni, ami nem csak befele, hanem kifele is zajlik, és ez természetesen a lelki és a társas teher szempontjából, hát mondjuk ki őszintén, ez egy katasztrófa helyzet tulajdonképpen. Az is problematikus sokszor, hogy békeidőben ellátásban részesüljön egy daganatos beteg, mondjuk egy olyan országban, ahol nincsen háború. Hogyan tudják ellátni magukat, folytatni kezeléseiket az Ukrajnában lévő betegek? Itt az előbbi riportban is láthattuk, hallhattuk, vannak olyan városok, amelyek a föld elváltak egyenlővé. Igen. Tehát ennek a lelki képe, ennek a lelki lenyomata, ennek a lelki terhe, ez évek munkája lesz még minden érintettnek az életében, és nagyon fontos, hogy itt elsősorban mentális lelki egészségről beszélünk általában. Például a MINAP, a Magyarországi Pszichiátriai Társaság egy olyan lelki segélyvonalat nyitott meg, amelyben nem csak rákkal vagy daganattal küzdködő személyek kérhetnek lelki segítséget, hanem bárki, aki háborús helyzetben van. Szóval, hogy itt a mentális teher az természetesen egy olyan valami, amit nem lehet megúszni ebben a helyzetben. Mint mondtam, az egészség és a biztonság is az egyben fizikai és egyben lelki, de ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy nekünk proaktívaknak kell lenni, és ebben talán az összefogás a legjobb eszköz, amivel tudunk segíteni. Például az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság, az Európai Rákszervezet, a Nemzetközi Pszichoonkológiai Társaság, az Egészségügyi Világszervezet és a DigiSanté, tehát az Európai Bizottság Egészségügyi Főigazgatósága és sok-sok más szakmai és betegszervezet összefogtak, és egy olyan közös erőforrás online portált működtetnek, amely által tulajdonképpen külön, kifejezetten proaktív módon a pszichoszociális támogatást is prioritizáljuk, előnyben részesítjük azok számára, akik ugye a rák és a háború által érintettek. És hadd térek egy picit arra vissza, amit említett a szerkesztő úr, hogy békeidőben is bizonyos országokban, például Romániában is, elég nehéz volt a lelki és társas igényekre választ találni.
És meg kell mondanom őszintén, hogy ez ugyanolyan fájdalmas akkor is, amikor tulajdonképpen a menekülők találkoznak a mi egészségügyi rendszerünk nagyon-nagyon foghias, és tulajdonképpen... Leterhelt rendszerével, ugye? Hát igen, tehát hadd mondjak egy példát. Tehát ha aki Kolozsvárra érkezik, annak úgy kell megszervezzük a lelki támogatást, hogy közben a menekülők között keressünk olyan pszichológusokat, akik Ukrajnából ugyanúgy menekülnek, lehet nem daganat miatt, de pszichológusok is tudnának segíteni. Akkor Ukrajnában próbáljuk szinte napi szinten próbáljuk Ukrajnából ugye a kollégákat, akik daganatos betegekkel dolgoztak azelőtt kórházakban, ugye próbáljuk őket ugye megkeresni, kapcsolatban maradni velük. Szóval, hogyha például a Kolozsvári Onkológiai Intézetben is a kollégák szerint van körülbelül 50 ukrajnai daganatos beteg, és azt kell mondjam, szinte egyiknek sem tudunk a helyszínen lelki támogatást nyújtani, vagy azért, mert a pszichológus nem beszél angolul, vagy azért, mert egyszerűen nincs megfelelő szolgáltatás. Tehát az a rettenetesen durva, hogy a pszichoszociális szolgáltatást is úgy tudjuk megoldani, hogy visszanyúlunk Ukrajnába, vagy pedig a menekülők között keresünk tulajdonképpen szakembereket. Ugyanis lehet nem hiszik el, de a környéken, a Ukrajna körül lévő 5 országban összesen 20 pszichoonkológus működik a Nemzetközi Pszichoonkológiai Társaság aktív tagjai között, szóval egy nagyon-nagyon-nagyon kritikus erőforrásról van szó, és ugye ez a honlap, ez az onco-help.org az, ami tulajdonképpen próbál minden létező erőforrást egy helyen, egy-két kattintás távolságra hozzá próbál ugye mindenféle ilyen segítséget elérhetővé tenni, mert azt is el kell mondjam, hogy ebből a 20 ezer személyből valószínű nem mindenki fog találkozni onkológiai intézetekkel vagy kórházakkal. Egyébként még a Szucsávai Kórházból is kerestek, ott is vannak ukrajnai ugye menekültek, akik onkológiai betegséggel küzdenek. Szóval, hogy ez azt is jelenti, hogy ezek az online, virtuálisan elérhető segítségforrások, információforrások, ezek sokkal fontosabbak, mint gondolnánk ebben a helyzetben, mert még egyszer, valószínűleg nem mind a 20 ezer jelenleg menekülő rákosbeteg fog találkozni itt vagy más európai országban, ugye onkológiai intézetekkel vagy szolgáltatókkal, és ezért rettenetesen fontos. Gondolhatnák a kedves nézők, hogy hát egy háborúból menekülő személynek mit tud nyújtani az információ? Hát azt kérem szépen, jól jegyezzék meg, hogy amikor veszélyhelyzetben vagyunk, amikor egy krízis helyzetben vagyunk, az információ iránti igényünk hatványozottan megnő. Tehát az információ az nyugalmat és kontrollérzést nyújt, és ilyenkor a tájékoztatás kritikus. Ugye ezt már hallhattuk, mondta ön is, hogy ezek, hát itt is vannak Kolozsváron daganatos betegek Ukrajnából, tehát akik menekülni kényszerültek, az hát remélem minden országban találtak kezelést. Hány ilyen beteg került Romániába, illetve sikerül-e rendes egészségügyi ellátásban részesíteni őket? Hát a pszichoonkológiai szempontból ugye nem gondolom, hogy igen, mert 20 ezer daganatos betegre jut 20 pszichoonkológus, az nem hiszem, hogy egy elégséges vagy kielégítő szám. Így van. Nézze, sajnos nekünk még békeidőben a saját betegeink számára sincsen regiszterünk, tehát 2022. április 8-án ebben az országban nincs még rákregiszter. Most a háborúról beszélünk, de ez mintha egy háborúja lenne a rendszernek a betegekkel szemben, az itthoni betegekkel szemben. Szóval ez egyszerűen szégyenletes dolog. Szóval, hogyha a szerkesztő úr azt kérdezi tőlem, hogy országos szinten milyen adataink vannak, akkor én kutatóként erre nem tudok válaszolni, mert nem tartom korrektnek, hogy becsléseket mondjak el ugye a köztévében, viszont azt el kell mondanom, hogy rettenetes nagy az igény, mint mondtam, Szucsáva, Bukarest, Kolozsvár, Temesvár, Várad, ezekből a központokból folyamatosan hívások, Facebook megkeresések, tehát az emberek tényleg minden úton módon keresik azt, hogy például mondhatnék, ha szabad mondjak egy példát,
néhány napig azzal foglalkoztam Kolozsváron, hogy egy agydaganatos Ukrajnából menekülő nőnek pont abban a szakaszába került a kezelés, hogy neki naponta be kellett menni kemoterápiára itt ide az onkológiai intézetbe. Ez azt jelentette, hogy a kislánya egyszer reggel és egyszer délután el kellett ugye valahogy szállítsa őt az onkológiai intézetbe, és én abban reménykedtem, hogy az orvosi és a szociális szolgáltatások között azért valahogy egy picit erősebb az együttműködés, és ha hiszi, ha nem, ez a három nap alatt számtalanszor telefonáltam többek között a központi állosztóba, meg koordinációs irodába, meg ahová el tudja képzelni, és rettenetesen nehezen magánúton tudtuk ezt a kérdést megoldani, tehát szociális szállítással foglalkozó alapítványok is alig vannak Kolozsváron, a legtöbbük ugye pénzt kér, ami megint egy nagyon furcsa tapasztalat volt. Szóval hadd mondjam el, hogy ezek számszerűsítve, szinte számszerűsítve nem tudnék önnek válaszolni, mert azt gondolom, hogy nem lenne ez egy kutató részéről tisztességes, de ez is azt tükrözi, hogy ez egy példa is, ha szabad ezt hangsúlyoznom, azt tükrözi, hogy bármekkora is ez a szám, itt egy embernek a történetét se tudtuk néhány nap alatt szakemberek erőforrásokkal és kapcsolatokkal rendelkező szakemberek, jó magam is szociális munkás végzettséggel rendelkezem, alig tudtuk ezt megoldani. Tehát csak gondoljon bele, hogy az agyobb egyébként, ha meg sokszorosítva országos szinten, ez milyen emberi helyzeteket okozhat. Létezik itt egy weboldal is egyébként, amit hát ebben a beszélgetésben úgy érzek, hogy muszáj megemlítsünk, ez az oncohelp.org oldal. Erről mit említene meg? Az oncohelp.org, mint mondtam, ez az Egészségügyi Világszervezet, az Európai Rákszervezet, az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság és a Nemzetközi Pszichonkológiai Társaságnak a közös vállalása. Ugye valószínűleg kevesen tudják, de krízis helyzetben a legfontosabb az, hogy ne ezer fele keressenek az érintettek és a segítségre szorulók, tehát hogy az információknak ne legyen egy megduplázódása vagy megsokszorozódása, mert ugye ez a bizonytalanságot növeli. Így tehát ezek a nagy-nagy képviseleti és egészségügyi területen dolgozó világszervezetek és európai szervezetek az Európai Bizottsággal közösen összefogtak, és létrehozták ezt a honlapot, ami egyébként szinte minden létező nyelven működik. Több környező országban ugye az erőforrásokat, milyen erőforrásokra gondolunk, hogy hol lehet ugye ingyen onkológiai kezelést találni, milyen pszichoszociális támogatásban részesülhetnek, például hogy lehet, hol lehet sugárt vagy sugárterápiát, a kemoterápiát kapni, hol lehet és milyen szolgáltatásokra bejelentkezni, és ugye a honlap, a teljes honlap ugye ukránul működik, de egyébként minden ország nyelvén, a román nyelven, külön Románia esetében, Magyarország ugye, Magyarország esetében magyar nyelven, tehát mindegyik ország esetében ugye több nyelvű portált nyújtunk, aminek az a lényege, hogy az erőforrások és információk segítségével a betegeknek, a hozzátartozóknak és az egészségügyi dolgozóknak valós idejű ellenőrzött információkat nyújtsunk több nyelven, Ukrajnán belül és Európa szerte. Ez lenne tehát a célja ennek a portálnak, és lehet, hogy erről keveset hallunk, de ha szabad, ha megengednék egy utolsó példát, akkor elmondhatom, hogy az elmúlt napokban például a magyarországi kollégákkal, de nem csak, sok olyan helyzetbe kerültünk, itt az onkológiai intézetet említeném Budapestről, amikor hosszú-hosszú listákat kapunk innen-onnan, megkeresnek különböző emberek, amelyek első látása úgy tűnik, hogy valid szervezetek, tehát hogy megbízható szervezetek, és amikor leellenőrizzük ezeket a listákat, tehát kezeléseket, különböző orvosi segédeszközöket kérnek, és nagyon sokszor, amikor leellenőrizzük ezeket a listákat, akkor bizony nehéz eljutni az igénylőkhöz, nem tudjuk pontosan, kik ezek. Szóval, hogy olyan fajta ellenőrzés szükséges a segítségnyújtásban is, amelyet nyilván a terepen dolgozó kollégák jól ismernek, de talán nem árt, hogyha a kedves nézők is tudják, hogy bizony-bizony számítunk a segítségükre, és hogy nagyon-nagyon fontos, hogy elhiggyük azt, hogy itt és ebben a helyzetben most tényleg a legrászorultabbak azok, akik a háborús helyzetből menekülnek. Ugyanis találkoztam a betegek között olyan kérdéssel, vagy kérdésfelvetéssel,
hogy nekünk eddig se volt elég, ugye nem volt elég kezelés a rákosoknak itt-ott, nem mindenhol, általában van, volt, és akkor most mi lesz, hogyha még meg kell osztani a kezelésünket? Azt a keveset ugye, is így van. Igen, igen, igen. Nos, hát örvendetes hallani mindezek ellenére azt, hogy bár ugye a rendszer foghias, ahogy ön fogalmazott, de elkötelezett emberek segítenek a bajba jutottakon. Dr. Régi László Csaba igazgatónak köszönöm szépen, hogy itt volt és beszélgetett velem, illetve a nézőinkhez is beszélt, és még visszavárjuk a hazai daganatos betegekkel kapcsolatban is egy következő beszélgetésre. Szép napot kívánok! Viszontlátásra!